A tengeren és a tengeri útvonalakon a leghatékonyabb nagyon sok árunak a szállítása, köztük az ömlesztett áruké. Legyen szó ö, olajról, legyen szó vasércről, legyen szó egy csomó minden olyan dologról, amit a legegyszerűbb ömlesztve szállítani. Ezeket a leghatékonyabb módon a tengereken szállítják. A mai napig egyébként 70-80 az aránya az összszállításból a tengeri szállításnak. Érdemes megnézni a kikötőket egyébként az első, első tíz kikötőben nincs európai kikötő. Ennyit európai jelentőségéről. Tehát innentől kezdve, hogyha meg, kicsit tovább megyünk, és arra beszélünk, hogy geopolitika és geostratégia, akkor nézzük meg, hogy a két lila útvonalot Ázsiában, ahol nagyon sűrűn vannak a számok, az hol találkozik, ezt szívek dél-kínai tengernek és akkor rögtön tudjuk, hogy miért ott épít Kína szigetekből és koralzátonyokból tengeri támaszpontokat és katonai támaszpontokat. És nem véletlen az, és meg kicsit később vitatkozom Mekinderrel is, hogy a tengeri hatalmak mindig legyőzték a szárazföldi hatalmakat. Teljesen más gondolkodást igényel a tengeri a hatalom és a tengeri fölény, amelynek a megvalósítása és a lehetőségéről fogok beszélni. És ha már említettem, akkor nem csak én, hanem Tukülüdész és Haridin Barbarossa Oszmán admirális is vitatkoznak azzal, a megállapítása, hogy aki uralja a világszigetet, az mindent ural, ugyanis aki a tengereket uralja, az ugye, ahogy mondta Tukidítész, aki a tengeren parancsol, az mindent, mindennek az ura. Hajradin Barbarossa pedig azt tette hozzá, hogy aki uralja a tengert, az nem sokára szárazföldet is fogja. És nem kell nagyon messzire menni, elég csak Napóleonra visszagondolni, aki lényegében kor korlátlan ura volt az európai kontinensnek, többé-kevésbé az orosz határig egyébként, de mégse tudta ráerőltetni az akaratát Nagy-Britanniára, a kontinentális blokkád egyértelmű csődnek bizonyult. És egész azért, mert mire alkalomattán megjelent a lassabban mozgó szárazföldi hadsereg adott területen, addig az angolok vagy lecsaptak és eltűntek, vagy partra egy olyan erőt, ami ameddig a hajóágyuk elértek, addig az az erő gyakorlatilag sebezhetetlen volt. A szállított áruknak a 75%-a ömlesztett áru, a többi 25% csak az, ami ilyen standardizált csomagokban található, de talán ennek az ábrának az igazán, az igazán fontos része az az alsó piros vonal. 1970 és 2020 között most számolok, mondjuk úgy a nyolcszorosára nőtt, de hétszeresére biztos a tengeren szállt áruknak az aránya. Tehát innentől kezdve látszik az, hogy a globalizáció, a globalizált gazdaságnak az ütőre az valóban a tengeren húzódik. Ugye beszéltünk a szálltási útvonalakról, Silence of Communication. Itt még egy szempontot emelnék ki, amelyeket ezek a karikák jeleznek, ezek pedig úgynevezett choke pointok, tehát azok a folytási pontok, ahol nagyon komoly problémák merülhetnek föl. Ugye nyilván a Panama csatorna, amit említettem, már egy fontos terület, Gibraltárt ismerjük, Bosporus nem kell bemutatni, de a malakai Szoros, ez, az, ezen a név is elhangzott már, már többször, illetve az ott található útvonalak, azok egy olyan rendkívüli fontosságú területet jelentenek, ahol előbb-utóbb várható, hogy a felemelkedő hatalmak találkozni fognak a hegemonnal és nem barátságos szándékkal.